Üdvözlöm a kedves nézőket! Önök Tálai Gabriella műsorvezetőt hallják. A következő 30 percben a Nagydorogi Falunapok idei programjai közül az erős ember vetélkedőt mutatjuk be önöknek felvételről. Itt ül mellettem a Nagydorogi TV stúdiójában Szabó József, aki a Paksi Pitbull Gym kondicionáló terem tulajdonosa és vezetője, akivel megpróbáljuk önöknek kommentálni az eseményeket, illetve beszélünk arról, hogy egy ilyen vagy ehhez hasonló vetélkedő mivel is jár. Tehát első kérdésem mindjárt arra utalna, hogy konkrétan erőllét szempontjából mit jelenthetett a versenyzőknek ez a vetélkedő? Vajon ez mennyire volt a számukra kihívás? Hát üdvözlöm én is a kedves nézőket. Nem volt ez olyan könnyű, és nagyon jól össze volt állítva a feladatsor. Hát azt gondolom, hogy volt olyan, ahol a nyers erő számított, aztán olyan versenyszám is volt, ahol egy kicsit a technika, és hát olyan is volt, ahol állóképesség is kellett a dologhoz. Most éppen egy traktortolás a versenyszám, talán ez volt az első gyakorlat, amiben, vagy erőpróba, amiben összemérték a tudásukat, vagy az erejüket a versenyzők. Szerintem olyan 10-12 fő versenyzett, ha jól emlékszem, és A ponttól B pontig kellett ezt a traktort eltolni, és ha áttolták az első kerék és átment a jelen, akkor megállították a stoppert, és ezt így ilyen formában időre kellett megoldani a feladatot, és aki a legrövidebb idő alatt tolta át A pontból a B pontba a traktort, nyilván akkor ő szerezte a legtöbb pontot, és hát itt az erő és a gyorsaság is nagyon sokat számított. Különösebben ez nem egy technikai szám, de azt gondolom, hogy azért, aki például nagyobb testsúlyú, könnyebb helyzetben volt, mert azért a testsúly, mint tömeg, az is segített, főleg az indításnál, és utána már akkor az alsó lábszár erejére hagyatkozva, tehát a vádli erejével meg lehetett lódítani ezt a traktort. Itt elsősorban a láb ereje számít, de azon belül is az alsó lábszár izomzata a vádli ereje. Talán a nézőknek annyit érdemes megemlíteni, hogy nagyrészt nagydorogi versenyzők indultak a vetélkedőn, de akit éppen most látunk a képernyőn, ő egy paksi versenyző. Ha jól tudom, akkor Kozma Sándornak hívják. Igen, ő Kozma Sándor, és a Paksi Pitbull Gym kondicionáló és fitness szalomból érkezett, aki az én versenyzőm, mert én üzemeltetem azt a konditermet, immáron 20 esztendeje, és sikerült őt rávenni arra, hogy jöjjön el ide, és a versenyben vegyen részt, és hát gyűjtse a sikereket, vagy az örömöket, és hát úgymond szórakozásnak, vagy bulinak sem egy utolsó dolog ez, mert mindenki nagyon jól érezte magát. Ő is remek erőben van, ugyanúgy, mint itt szinte mindenki, és nem tudom pontosan, de nagyon rövid idő alatt áttolta a traktort. Most egy nagydorogi versenyzőt látunk, az Ignác Zoltán. Hát ő rá jellemzően, tehát az az igazi nyers erő, ő nem különösebben sportember, de nagyszerű erővel bír, úgyhogy pillanatok alatt áttolta a traktort. Itt egy kicsit nehezebb a helyzet, úgy látom. Nem olyan nagyon megy az a traktor. Hát látszik is a versenyzőnek a alsó lábszár izomzata azért nem olyan nagyon vaskos. A gumicsizma nem biztos, hogy szorulna a vádlián, vagy a bőrcsizma.
Most a következő versenyszámhoz készülődnek a versenyzők. Ez az úgynevezett felhúzás, vagy kiállás. Ez tulajdonképpen az erőemelő sportban egy versenyszám. Itt a versenyzőnek fel kell emelni a súlyt, és egyenes háttal és kinyújtott lábbal megtartani, és letenni, és újra felemelni. Hát ez a súly, ha jól emlékszem, akkor 120 kiló körül volt, igen. És aki a legtöbbször megcsinálta, a legtöbb ismétlést végre tudta hajtani, akkor természetesen ővé volt a győzelem ebben a versenyszámban. Hát meg kell mondani, hogy ez nagyon veszélyes gyakorlat, és nagyon nehéz is. És ha én lennék a szervező, akkor lehet, hogy valami mással váltanám ki, mert itt nagyon komoly sérüléseket lehet szerezni, és ha nem kellően felkészült a sportoló, akkor nagyon gyorsan, hamar és súlyosan megsérülhet, úgyhogy nem is engedtem meg a versenyzőmnek addig, amíg nem tartottunk egy kis szünetet, és mindenki csinálhatott egy bemelegítő sorozatot, mert itt is látható, hogy milyen keservesen oldotta meg azt az ismétlést, és hát azért ez a porckorongoknak ilyen formában nagyon komoly kihívás, és hát imádkoztunk, hogy ne legyen semmi baj, ne sérüljön meg senki. És egyébként az mennyire jellemző, hogy ilyen gyakorlatok során sérülést szenvednek a sportolók? Akár ilyen versenyen, vagy akár a konditeremben az erőléti edzés alkalmával? Hát azt kell mondanom, hogy hála Istennek ilyen irányú tapasztalataim nincsenek, mert nálam a 20 év alatt a konditeremben még senki nem sérült meg, ami persze szerencse dolga is, de azt gondolom, hogy azért a kellő fegyelem és határozott mozdulatok, ami a szabályosságot illeti, meg a megfelelő alázatot a dologhoz, azért az elejét tudja venni a sérüléseknek. De egyébként versenyeken sem jellemző, mert felkészült versenyzők vesznek részt, és elég jól ki tudják feszegetni a határokat. Úgyhogy inkább az ilyen esetekben kell félni a sérüléstől, mert azért itt sem szabályos a történet, és rángatózó a mozdulat, tehát nagyon veszélyes. Hála Istennek itt sem sérült meg senki, de azért én végig féltem, hogy sérülés is lesz. Azt gondolom, hogy a nézőknek mondjuk el, hogy kik voltak azok, akiknek köszönhetően létrejöhetett az idei esztendőben is a Nagy Dorog legerősebb embere vetélkedő. A két szervező és lebonyolító Balogh János és Horváth Károly. Aki most épp a mikrofon tartja a kezében, ő Balogh János, aki pedig mellette áll fehér felsőben és napszemüvegben, ő Horváth Károly. Egyébként visszatérve arra, hogy a kondíció és a jó erőllét milyen fontos, úgy gondolom, hogy a képsorok ezt jól demonstrálják. Tehát, hogy az a versenyző, akiről feltételezhető, hogy készült erre a versenyre, edzette a testét, ő könnyebben vette az akadályokat. Ezzel szemben, aki gyengébb kondícióban van, és talán csak a buli kedvéért szállt be a versenybe, ő neki nehezebb volt a megmérettetés. Melyek azok a legfontosabb dolgok, amik mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy valaki jó erőllétben lehessen, illetve hogy ilyen és ehhez hasonló feladatokat el tudjon végezni? Hát ahhoz, hogy valaki jó kondícióba kerüljön, ahhoz sok minden kell. Első sorban nyilván az, hogy rendszeresen gyakoroljon és edze a testét. Aztán ahhoz, hogy a jó kondícióját érvényesíteni tudja egy ilyen versenyen, ott viszont a megfelelő bemelegítés és a megfelelő felkészülés.
Hát ő most a paksi fiú, azért azt hiszem, hogy látszik a különbség a mozdulatain, hogy ez egy teljesen egyenes derékkal, ahol a mély hátizmok védik a gerincet, és nem nyomódnak össze a porckorongok, és teljesen egyensúlyban van a súlyzó, és megfelelő szép ritmusban. Ő most kiszállt belőle, mert így is valószínűsíthető volt már, hogy megnyeri a versenyt, és nem akar további kockázatot vállalni azzal, hogy elromlik a mozdulat, szétesik a gyakorlat, és akkor jöhet a sérülés. Most azért itt látszik a különbség, hogy ugye kinéz a gyakorlatból, meg azért nagyon nehéz, ezután a 7-8 ismétlés után ki is szállt a gyakorlatból, befejezte. Azért érezte ő azt, hogy nem veszélytelen. Igen, ott is a fiú rendező srác próbál utasítást adni, hogy a derékát feszítse egyenesre, és nem sikerült. Most ez egy a másik verseny szám, amikor is két pont között a súlyt el kellett vinni, és utána következett a vissza kellett futni, és a terméskő cipelés. Hát a harmadik dolog pedig két 40 kilós kézisúlyzó volt. Na most itt az időt mérték, és hát azért itt már egy kis állóképesség is kell a dologhoz, mert akinek a szíve egy kicsit edzettebb, akkor azért ő ezt tovább tudja csinálni teljes erőbedobással, úgyhogy itt nem csak a nyers erő számít, itt a keringés állapota is számít, hogy milyen a szív- és érrendszernek az edzettsége. Mert azért itt már komolyan kell a levegőt is kapkodni, és itt pillanatok alatt el lehet fáradni, úgyhogy látszik is, hogy alig-alig tudta becsámpázni a vonal mögé a fiú azt a két darab 40 kilós kézisúlyzót, ami persze nem olyan könnyű. Ja, hát itt ezzel a súlyjal még az is probléma, hogy itt azért egyensúlyozni is kell, mert könnyen meglódul jobbra-balra, inog, és hát a terméskő ugye itt meg a fogás rettenetesen körülményes, ez a terméskő is volt legalább 60 kiló, és akkor visszafut a kézisúlyzóért, és akkor átviszi. Tehát a feladatot megoldotta minden versenyző, de ő is már úgy esik be. Megoldotta minden versenyző, de az idő az itt nagyon komoly tényező volt, és a legrövidebb idő alatt, aki teljesítette, az élet a több pont. Látható itt egy idősebb korosztályhoz tartozó versenyző, Nyirádi József. Egy érdekes dolog lehet, amit többször hallottam, hogy sok esetben az idősebb versenyzők bizonyos versenyszámokban esélyesebbek a győzelemre a fiatalabbakkal szemben. Ezt a feltevést arra alapozzák, hogy a fiatalok hajlamosak elpocsékolni az energiáikat, így hamarabb elfáradnak. Ezzel szemben egy szellemileg érettebb, idősebb versenyzőben erősebb a bizonyítási vágy, és az energiáit is jobban be tudja osztani. Itt vajon mennyire számít az, hogy ki mennyire tudja beosztani az erejét? Hát itt nem számít annyira, itt inkább az számít, hogy mennyire képes mozgósítani az energiáit. Itt annyira nem kell beosztani, mert itt vagy létezik egy egységnyi energia, ami ehhez a feladathoz elég, igen, és azt rövid idő alatt le kell meríteni, úgymond, a cél érdekében, de hát itt ugyanúgy fontos a szellemi hozzáállás, a lelki erő, mert azért azokat az impulzusokat, amelyek az izomzat összehúzódásához kell szükségesek, azokat azért fejből küldik a versenyzők. Azért itt is látható, hogy ez nem is olyan egyszerű, mert itt egy kicsit túl lódította magát.
Hát ilyen értelemben viszont valóban be kellett volna osztani az erejét, a lendületből venni, és az erőből pedig egy kicsit többet, hogy úgy tűnjön, hogy könnyebben viszi, és nem pedig a lendülettel esik be oda. Ismét a paksi versenyzőt láthatjuk. Hát ő már közelebb van a 40-hez, mint a 30-hoz, és 15 éve edz pakson. Hát látható, hogy milyen könnyedén viszi a súlyokat, a feladatot pillanatok alatt megoldotta. Hát azt gondolom, hogy ő volt a legfelkészültebb versenyző, nem csak azért, mert tőlem érkezett, de azért is, mert a legrégebbi sportoló, aki a legrégebb óta edz, és olyan izomzattal bír, ami már sok mindenre alkalmas. Hát most megint az Ignác Zoltán viszi a súlyokat, elég jól megoldja a feladatot, nagyszerűen viszi, nem is tűnik nehéznek a dolog, úgyhogy a másik gyakorlat, ahol a súlyt fel kellett húzni, azért ott nem volt ilyen sikere az ő szereplésének. Az az igazság, hogy ilyen versenyeket azok tudnak megnyerni, akiknél az úgynevezett ősi mély hátizmok, a gerinc feszítő izomzata legerősebb, és természetesen a farizom és a láb izomzat. Tehát ezekkel az izomcsoportokkal lehet igazából az ilyen versenyeket megnyerni. Nem a bicepszel, meg nem a vállizomzattal, hanem a farizom, a lábizomzat és a gerincmerevítő izmoknak az ereje a leglényegesebb. Hát ez is egy nagyon szép versenyszám volt. A kerék borítás, illetve a traktor guminak a borítása. Ez a gumi, ez 250 kiló volt, úgyhogy a A és B pont között át kellett billenteni minél rövidebb idő alatt, úgyhogy nem volt ez sem könnyű gyakorlat, de a legtöbben azért kiválóan megoldották. Nagyon nehéz megindítani, felemelni, azért itt sokat számít a testmagasság is, azért aki alacsonyabb, sokkal könnyebben megoldja, úgyhogy látszik itt is a fiú magas, hosszú srác, és hát azért a deréknál is látszik, hogy mennyire meghajlik a gerince, a dereka, úgyhogy az nagyon nem jól van úgy, és ott van a veszélye a sérülésnek. Azok a versenyzők, akik ezt szabályosan csinálják, meg lehet nézni, hogy ott nincs ilyen gerinc meghajlás, mert ott azért, amikor így meghajlik a gerinc, akkor a csigolyatestek a porckorongot rendesen összenyomják, és az izomzat nem védi, úgyhogy ez szintén veszélyes így, tehát sokkal felkészültebbnek kell lenni ahhoz, hogy veszély nélkül neki állhasson valaki egy ilyen nehéz feladatnak. Ezek így veszélyes mutatványnak számítottak, legalábbis az én szememben, úgyhogy én nagyon féltem attól, hogy meg fognak sérülni, de szerencsére nem sérült meg senki, de ez nem jelenti azt, hogy nem sérülhetett volna meg, mert igenis, hogy megsérülhetett volna, és remélem, hogy az elhangzottakból is okulva jövőre egy kicsit súlypontozzák ezt a dolgot, mert hát jót akarunk mindenkinek. Így a képsorok láttán úgy gondolom, hogy mindenki számára egyértelműen kiderülhet, hogy ez egy nagyon jó hangulatban lezajlott verseny volt, ugye? Igen, jó volt a hangulat, nagyon biztattak mindenkit, voltak humoros, tréfás beszólások, volt egy-két nevetséges szituáció is, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy ha az idén nem is látta, de jövőre feltétlenül nézze meg, mert olyan élményekkel lesz gazdagabb, amit lehet, hogy még évek múlva is szívesen megemlegetnek. Úgy tudom, hogy a paksi kondicionáló terem már elég régóta működik. Ott is voltak már ilyen vagy ehhez hasonló versenyek? Hát ilyen rendezvény nem volt,
még én versenyt nem rendeztem. Korábban rendeztem versenyeket itt Nagydargon, amikor még itt üzemeltettem a konditermet, és szerencsére van is róla felvétel, amit szerintem hamarosan le fogunk vetíteni, szintén magyarázó szöveggel, és több mint 20 éves felvétel, úgyhogy én ajánlom mindenkinek szeretettel a figyelmébe, mert szerintem kuriózum lesz, és élvezetes más jellegű versenyek voltak. Ezek ilyen erőemelő verseny, volt fekvenyomó verseny és testépítő bemutató 20 évvel ezelőttről, és hát még a művelődési házban akkor, amikor még volt a műfáz, és az utolsó rendezvények egyike volt, még mielőtt lebontották volna, úgyhogy azt a felvételt is majd szerintem megnézhetik a kedves nézők, és akkor biztos vagyok benne, hogy sokan élvezni fogják a látottak alapján a versenyzést, vagy a bemutatót. Akkor abban az időben annak a versenynek milyen sikere volt? Volt közönség? Hát három ilyen versenyt sikerült rendeznem, amit én megyebajnokságként próbáltam bevezetni, de aztán később például azért is, mert a művelődési ház megszűnt, nem tudtam folytatni. Hát iszonyatosan nagy sikere volt. Olyan sikere volt, hogy minden képzeletet felülmúlóan sikerült, mert még az ablakpárkányon is lógtak az emberek. Magam sem gondoltam, hogy ilyen nagy érdeklődés lesz. Tele volt autóval a műfáz udvara, a buszokkal jöttek Sárbogárról, Paksról, Fehérvárról, Szekszárdról jöttek emberek, Regőj, tehát a megye minden részéről és a szomszédos település, illetve még a szomszédos megyékből is jöttek, úgyhogy nagyon nagy sikere volt, és nagyon jó volt, hogy olyan sokan megnézték. Most a súlykitartást látjuk, hogy visszatérjünk újra a versenyhez, a jelenhez. Hát ez egy 15 kg-os súlytárcsa volt, amit ki kellett tartani nyújtott kézzel vízszintesen, és hát az időt mérték, a másodpercet, és hát természetesen aki a legkitartóbb volt, úgymond, az nyerte meg ezt a versenyszámot. És akkor, ha a versenyszámok eredményeit összevetve született meg a végső döntés arról, hogy ki a győztes. Hát ez egy kicsit más, mint az erő gyakorlatok, amelyeket eddig láttunk. Itt egy ilyen statikus igénybevételt kell az izomzatnak túlélni. Hát ez azért nagyon nehéz, mert itt megfeszül az izomzat, és a feszes izomzat teljesen elzárja a vérkeringést, és hát azért azt tudjuk, hogy vér nélkül nem sok mindent lehet tenni. Úgyhogy itt nagyon nagy szerepe van a léleknek. Itt aztán igazán nagy szerepe van a léleknek. És hát közben felvetődött ugye a futással kapcsolatban, a maratoni futással kapcsolatban, most visszatért a gondolatomhoz, vagy a gondolataimhoz, hogy igen, azért jobbak az idősebb futók, mert nagyobb lelki erővel bírnak, és nagyobb bennük a bizonyítási vágy, és ezáltal motiváltabbak. Úgyhogy arra a kérdésre is akkor ez a válasz, hogy motiváltabbak és lelkileg erősebbek. Igen, hát látszik a szenvedés, ez nagyon kemény. Igen, nem is megy olyan túl sokáig ez a dolog. Közben itt jegyzetelik a másodperceket, mindenkinek a nevéhez oda kerül az eredmény. És akkor hát majd meglátjuk, hogy ki lesz a győztes.
mondjuk itt egy kicsit könnyebb variálni, tehát mert itt is látjuk, hogy nem teljesen nyújtott a kéz, tehát igazából az lenne a legszerencsésebb, ha olyan versenyszámokat tennének be a rendezők, amely csak a másodpercről szól, vagy a méterről szól, tehát ilyen szubjektív megítélés nincsen benne, hogy most megadjam a gyakorlatot, ne adjam meg a gyakorlatot, mert ez így egy kicsit vitatható most. Úgyhogy az nem vitatható, amikor a másodperc megmondja, hogy, vagy megmutatja, hogy mennyi, vagy a méter megmondja, megmutatja, hogy mennyi, és akkor nincs probléma. Nem érzi senki méltatlannak az ő eredményét. Hát itt próbálnak szabályozni azáltal, hogy a hátához a srácnak oda teszik a másik fiú a kezét, hogy ne dőlhessen hátra, mert nyilván akkor más szögben más erőhatás éri a vállát, és akkor könnyebbé válik a gyakorlat. Teherkar, erőkar viszonya megváltozik, és akkor könnyebb lesz. De hát azért itt nem nagyon tudott csalni. Hát ő most nagyon szépen csinálja a gyakorlatot, és úgy emlékszem, hogy ő nyerte meg ezt a számot. Ebben ő volt a legkitartóbb, a legszívósabb. Ő pedig Molnár Sándor, a dorogi fiú. Hát a dorogiak közül azt hiszem, hogy ő volt a legfelkészültebb, mint ahogy majd a végeredménynél is látni fogjuk, hogy mi is jött ki ebből a dologból. Igen, hát biztatják, azért itt már látszik, hogy nagyon kell koncentrálni, mert már egy kicsit remeg a keze, aztán a szemét is becsukja, hogy a külvilágot kizárja, vagy becsukta az imént, és most már csak a súlytárcsa közepére koncentrál, és hamarosan elejti, mert nem fog már tovább működni a dolog. Hát ennyi volt, de azt hiszem, hogy egy percen túl tartotta, és meg lehet próbálni, csak hogy játékképpen 10-15 kilós tárcsát kitartani. Akkor ő most a paksi versenyző, aki a Pitbull Gym kondicionáló terem versenyzője Paksról. Hát ebben a versenyszámban nem igazán volt kiváló, kicsit ehhez felkészületlen volt, ezt is azért egy kicsit gyakorolni kell. Tehát itt a rendezőknek megvolt az előnye a nagy dorogiaknak, hogy tudták korábban, hogy mi lesz a versenyszám, és akkor egy kicsit azért erre lehet készülni. Persze kell egy általános erőszint mindegyik gyakorlathoz, de azért egy kicsit speciálisan is lehet készülni, és akkor néhány másodperccel tovább tarthatott volna a dolog. Most újra ez a fiú jön, a nagy dorogi Zoli, Ignács Zoli. Nagyon díjazom a lelkesedését. Azért hamarosan megjelenik a kín az arcon, és hát nem is tudja igazából, hogy hova koncentráljon, kívülről várja a segítséget, úgy láttam, tekinget, de nem fog sikerülni, mert neki kell megoldani ezt, és már elindult a keze, rá is szóltak, megtámasztják a hátát, egy kicsit előre billentették, hát azt kell mondanom, hogy vágja a pofákat, hát hamarosan vége lesz ennek itt, úgy látom. Jó, hát most már a kezét is behúzza, úgyhogy ennyi volt. Igen. Na most aztán innét, hogy hány másodpercet adnak, ez ugye azért mondom, hogy jobb, ha a centiméter dönt. És akkor itt a verseny vége, kedves nézőink. Sajnáljuk, hogy az eredményhirdetést nem sikerült rögzítenünk, de annyit érdemes elmondani, hogy Molnár Sándor és Kozma Sándor lettek ketten megosztva az első helyezettek. Megköszönöm a figyelmüket, és megköszönöm Szabó Józsefnek is a segítséget. A viszontlátásra!
Én is megköszönöm a lehetőséget, hogy erről az érdekes versenyről egy kicsit összefoglalót adhattam, és megköszönöm külön a szervezőknek a lelkes munkáját. Viszontlátásra!